fontos, még akkor is, hogyha nem mi vagyunk az épületnek a fenntartói, egy ilyen beruházást megvalósítani, hiszen a bátaszéki gyerekek iskolai körülményeit tudjuk ezzel javítani. Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere mondott köszöntő beszédet a Kanizsai Dorottya általános iskola előtt, ugyanis befejeződött az intézmény energetikai korszerűsítése, amit most ünnepélyes keretek között adtak át. Nagyon örülünk neki, hogy megújult az iskolánk, remélhetőleg kevesebbet is kell majd a fenntartónak a fűtési költségekre költenie, és tényleg nagyon örülünk, hogy ezt megtette a bátaszék önkormányzat, hogy pályázott. Bátaszék város vezetése 2019-ben nyújtotta be azt a pályázatot, aminek eredményeképp az intézmény két épületszárnya homlokzatszigetelést, valamint tetőszigetelést kapott, illetve egy 50 kW-os háztartási naperőművet is felhelyeztek az épületre. Bízunk benne, hogy ezekkel a beruházásokkal elő tudjuk segíteni, hogy a tankerület hatékonyabban tudja működtetni Kanizsai Dorottya általános iskolát, csökkenteni tudja mind a gáz, mind pedig a villamos energia költségeit, és hát azon leszünk, hogy az elkövetkező időszakban még lesznek olyan beruházások, illetve olyan pályázati lehetőségek, amelyekkel tudjuk segíteni az oktatási intézményeknek a működését, ezekben is szeretnénk a tankerülettel és a megyei önkormányzattal együttműködni. A beruházás egy toppos pályázatnak köszönhetően 138 millió forintból valósult meg.